Péntek óta zajlik a világ legnagyobb rövidfilmfesztiválja, a Clermont-Ferrand-i Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amely a Cannes után a második legnagyobb filmfesztivál Franciaországban. Az eseménynek tavaly mintegy 175 ezer látogatója volt, idén azonban virtuális formában rendezik meg a koronavírus járvány miatt. Kifejlesztettünk egy alkalmazást, melyen keresztül az emberek interakcióba léphetnek, filmeket nézhetnek és vásárolhatnak, illetve felfedezhetik a jövő producereit. Ez szakmabeliek, a filmipar részvevői számára érhető el. A platformhoz kapcsolódva az összes feltöltött filmet megnézhetik, mondja a fesztivál nemzetközi koordinátora. A készítők idén több mint 8000 filmet küldtek, melyek közül az Illetékes Bizottság 153-at választott ki a versenyprogramba. A rövid film a feltörekvő tehetségek terepe. A nemzetközi koordinátor azt mondja, hogy a filmpiacon már igen sok platform alakult ki, ami változás, és igen érdekes, hogy a vásárlóik nem egyszerűen befejezett és kész filmeket, hanem tehetséges szakembereket, rendezőket is keresnek új projektekhez. Olyanokat, akik képesek lehetnek saját nyelvű sorozatokat készíteni a saját országukban, a saját közönségüknek. A Netflix például itt Clermont-ban szerződte tehetségeket. A Clermont-Ferrand-i Fesztivál február 6-áig tart. A filmpiac regisztrációval az egész világon elérhető, a versenyfilmek azonban csak francia területekről.